18. Szokás szerint, gondolta Lili, mindig volt valami halaszthatatlan tennivaló, valami, amit Mrs. Ramsey szerint, s ő tudja miért. Azonnal el kellett intézni, hiába áldogáltak ott tréfálkozva a többiek, ahogy most, mert nem tudták, hová is menjenek. A dohányzóba, a szalomba netán, padlásszobájukba, ott áldogáltak. És ebben az enyhe zsibongásban hirtelen észreveszi az ember, mint a karján Mrs. Ramsey-t, akinek eszébe jut, hogy igen, most ezt kell. S rejtélyes arccal el is tűnik rögvest, hogy tegye azt egymaga. Távozása után viszont jött a szétszóródás. Mr. Banks Charles Stanley-t fogta karon. Így mentek a teraszra, hogy az asztalnál kezdett politikai diskutát bevégezzék, így új fordulatot adván az est történéseinek másfelé billentve az egészet, gondolta Lili, látván távozásukat, s hallhatott még pár szót a munkáspárti politikáról, s azok ketten akárha egy hajóhídra kapaszkodtak volna fel, hogy tisztábban lássanak. Lilire eképpen hatott a váltás, költészetről át a politikára. Mr. Banks és Charles Stanley így távozott hát, még a többiek inkább Mrs. Ramsey után bámultak csak, ahogy haladt fölfelé a lámpafényben, a lépcsőn. Lily el nem képzelhette, hová ilyen gyorsan. Nem az, mintha sietett volna, sőt, eléggé lassan vette a fokokat. Mi több, meg is állt volna szívesen kipihenni egy pillanatra az iménti élénk fecserészéseket, s hogy kiemelhessen az egészből valamit, valami jellegzeteset, vagy lényegeset, elkülöníthesse, s ezt, ami tényleg számít, megtisztítsa az esetlegességektől, kacatok, sokaságától, s így tarthassa maga előtt, véhesse az ítélőszék elébe, ahol maga választotta bírák ülnek együtt a konklávéban, hogy határozzanak, döntsenek, jó-e, rossz-e, helyes vagy helytelen, merre tartunk. S így tovább. Így egyenesedett fel megint az esemény sok hatása után, és meglehetősen furcsa módon jószerén öntudatlanul a kinti szilfa ágaiba fogózott, hogy biztosabban álljon. Az ő világa változik. Ezeké itt nem. Az esemény mozgás érzetét keltette benne. Ezt neki meg kell ítélnie, s hogy miként legyen, és gondolattalanul is a fák csendjének méltóságát teljeselte, meg azt a fenséges szökkenést, fel-fel a magasba, ahogy egy hajó orra emelkedik meg a hullámokon, a szilfa ágakat, ahogy a szél beléjük kap, mert szeles idő volt, egy pillanatra megállt, hogy kinézzen. Szeles idő, így a levelek hébe-hóba elővillantottak egy-egy csillagot, maguk a csillagok, mintha remegtek volna, fényük lövelve próbáltak mutatkozni a surranó levelek közén. Igen, akkor ez megtörtént, hát, megvolt, s mint ilyenkor bármi ünnepélyessé is vált, visszagondolunk rá, már fecsegések és érzelmek üledékei nélkül látjuk, úgy, mintha soha nem is lett volna másképp, csak most megmutatkozott, s megmutatkozván mindent az állandóság állapotába hozott, és ők bármeddig éljenek is, mindig visszatérnek majd ehhez az éhez, ehhez a holdhoz, ehhez a házhoz, s hozzá magához. Hozzá is hízelgett neki ez a gondolat. Ilyesmiben volt ő a legfogékonyabb, a hiúságra. Hogy bármeddig élnek is, szívükbe szövődik ez, meg ez, meg ez, gondolta fölfelé haladva, nevetve, de mély érzéssel, a lépcsőfordulón a diványnál, anyja diványa, a hintaszéknél, apjáé, a Hebridák térképénél, mindez újra életpól és minta életében. Réliék próbálgatta az új meghatározást, s érezte, ahogy keze ott volt már a gyerek szobakilincsen, mi is ez a többiekhez fűző, érzelmekből fagadó közösség, mely úgy elvékonyítja, boldogság fogta el a válaszfalakat, hogy minden egyetlen folyammá válik, és a székek, asztalok, térképek, minden, ami az övék is, oly mindegy, miép, kié, Pól is minta, ezt mind ő őrzi majd, mikor ő maga már rég nem él.
Lenyomta a kilincset határozottan, ne nyikorogjon. Belépett, picit csücsörített, emlékeztetőül, mint egy, hogy nem szabad hangosan beszélnie, hanem akkor mindjárt, ahogy belépett, bosszúsan láthatta, fölösleges volt az óvatosság. A gyerekek nem aludtak, ez bosszantotta. Miért nem ügyel jobban Mildred? James élénken éber volt, és Cam csak ült az ágyban, velük Mildred is. Mezítláb, mikor pedig már 11-re járt, itt voltak, beszélgettek. Mi ez? Hát az a rémséges koponya megint. Megmondta Mildrednek, tegye el már, csak Mildred persze, elfeledkezett róla. Aztán itt van ébren James, ébren Cam, civakodnak, mikor már rég aludniuk kellene. Órák óta. Mi ütött Edwardba? Miért küldte ezt a rémes koponyát? És ő meg volt olyan meggondolatlan, hogy hagyta összegezzék a falra itt. Jól odaszögezték, állította Mildred, s Cam nem bírt elaludni, hogy itt volt, viszont James visongott, ha csak hozzáértek, hogy leszedjék. Camnek el kell aludnia végre. Micsoda agyarai vannak, így Cam. Álmodnia mindenféle szép helyről, mondta Mrs. Ramsey, s leült lánya ágyának szélére, hogy ő a szobában mindenütt ezeket az agyarakat látja. Így Cam. Persze, bárhová, tették is a lámpát. James csak lámpa mellett tudott aludni, valahol mindig ott volt az árnyék. Jó, Cam, de gondold meg, ez csak egy szegény, öreg disznó, mondta Mrs. Ramsey. Kedves fekete disznó volt, mint a tanyán mind, de Cam úgy látta, ez egy rettenetes szörny, szoszobában. Minden ünnét, ráfeni az agyarát. Jó, mondta Mrs. Ramsey, akkor hát letakarjuk. És mind figyelték, hogyan húzogatja ki sorra a kis komód fiókjait, aztán nem talál semmit, és akkor lekapja a kendőjét, azt tekeri körbe-körbe-körbe a koponyára, majd visszatér Kemhez. Fejét odafekteti Kem feje mellé a párnájára, és azt mondja, ó, most olyan szép, a tündérek annyira örülnek neki. Olyan, mint egy madárfészek, olyan, akár egy szépséges hegy, amilyet ő külföldön látott, virágokkal, csengettyűkkel körben, a völgyek ölén, és madárdal szól, kis kecskék szökelnek, antilopok. Látta, ahogy szavai visszhangot vernek, ahogy beszélt hozzá, ritmikusan. Kem agyában eghóznak a szavak. És Kem elismétli, hogy ez akkor egy hegy, madárfészek, egy kert, ahol kis antilopok járnak, és a szeme tágra nyílt és lezárult, és Mrs. Ramsey csak mondta monotonul tovább, és még ritmusosabban, még nagyobb képtelenségekkel megtűzdelve, hogyan kell most Kemnek lehunnia a szemét, elaludnia, álmot látni a hegyekről, és völgyekről, hullócsillagokról, és papagájokról, és antilopokról, és kertekről, és minden olyan szépséges, mondta. Fejét igen lassan, elemelintve a párnáról, miközben tovább mondta gépiesen, míg nem aztán egyenesen ült, és látta, Cam alszik. No akkor, suttogta James, ágya fölé hajolva, hogy neki is ugye aludnia kell most. Azt mondta, a vaddisznó koponya ott van, láthatja, ahol van. Hozzá se nyúltak. Csak azt tették meg, amit kért. Sértetlen. James meggyőződött róla, hogy a koponya csak ugyan ott van, a kendő alatt. De valamit kérdezni akart még. Kimennek holnap a világító toronyhoz? Nem, holnap nem, mondta anyja, de hamarosan, ígérte neki, az első szép napon. James nagyon jó volt, végigdőlt az ágyban. Akkor Mrs. Ramsey betakarta, de tudta, fél sosem felejti el a dolgot, ezt soha, és haragudott Charles Stanley-re, a férjére és saját magára, mert ő szította fel kisfia reményeit. Akkor kendőjét kereste, rájött, hogy azt tekerte a disznókoponyára, felállt, pár hüvelykkel lejjebb húzta a tolóablak felső felét, s hallotta a szélzúgást. Vett egy nagy lélegzetet, beszívta a tökéletesen közömbös, hideg éjszakai levegőt. Oda mormolta még Mildrednek, hogy jó éjszakát. Lassan visszacsúsztatta az ajtó zárjának nyelvét a tokjába, halkan kiment.
remélte Charleston színen fog könyveket vágni a földhöz szobájában a fejük felett. Mert sejtette, a fiatalember milyen bosszus lehet még most is. Mert hogy egyik gyermeke sem jó alvó, érzékeny gyerekek. S mert Charles Stanley ilyeneket mondott a világító torony dolgában. Hát elképzelhetőnek vélte, épp akkor söpör le majd, s akár ügyetlenül is, pár könyvet, mikor a gyerekek mély álomba merülnének. Feltételezte ugyanis, hogy Tensley a szobájában még dolgozni szándékozik. Olyan kétségbe esettnek látszik. Ő maga azonban megkönnyebbül majd, ha ez a fiatalember elutazik. Ám holnap azért gondja lesz rá, hogy jobban bánjanak vele. Meg hát úgy csodálja a férjét Tensley. Igaz, a modorán nagyon sok lenne a javítani való. Viszont ő szereti a nevetését. Miközben mindezeket gondolta, lefelé haladva a lépcsőn, az ablakban megpillantotta a holdat. Látszott innen. A szeptember végi sárga holdat láthatta az ablakból. Megfordult, s azt is látta, hogy odalentről a többiek nézik őt. Ez az anyám, gondolta Prue. Ilyen. Nézzen rá, minta. Nézzen rá, Paul Reilly. Erről van szó. Csak ez fontos, hogy mintha egyetlen élőlény lenne csak a világon. Az ő anyja. S bár egy pillanattal korábban, ahogy a többiekkel beszélgetett, felnőtt volt, most újra gyerek lett. És mind, amit tettek, játék volt csupán. S ő azon tűnődött, hogy anyja vajon helyesli vagy rosszalja játékokat. S ahogy elgondoltam, micsoda szerencséje Mintának és Paulnak és Lilinek, hogy ismerhetik, és neki mekkora szerencséje, hogy ilyen anyja van, és hogy ő maga sosem lesz felnőtt, sosem megy el a házukból. Úgy is szólalt meg, mint egy gyerek. Azt gondoltuk, lemehetnénk a partra, a hullámokat nézni. És Mrs. Ramsey egyszerre minden ok nélkül vidám, csupa vidám 20 éves lányá változott. Egyszerre hatalmába kerítette valami terű. Menjenek csak, hát persze, menjenek, mondta, ahogy megtette lefelé még az utolsó 3-4 lépcsőfokot. S hol egyikükhöz, hol a másikukhoz fordult. És nevetett, mintán eligazgatta a kabátot, közölte, hogy ő is boldogan velük tartana, ha tehetné, és megkérdezte, sokáig akarnak-e elmaradni, meg hogy van-e valamelyiküknél óra. Igen, Paulnál, felelte Minta. Paul szépséges aranyórát hozott elő, egy kis szarvas bőrtokból megmutatta. S ahogy így oda tartotta a tenyerén Mrs. Ramsey-nek az órát, azt érezte, tud mindent, nem is kell mondanom semmit. Azzal, ahogy megmutatta neki az órát, azt közölte Paul. Igen, Mrs. Ramsey, megtettem. Önnek köszönhetek mindent. Mrs. Ramsey meg, látván az aranyórát, azt gondolta, milyen szerencsés is minta, jaj, nagyon. Egy olyan férfi veszi el, akinek szarvasbőrtokban aranyórája van. Olyan szívesen veletek mennék, kiáltotta, de visszatartotta valami, olyan erős valami, hogy rákérdezni sem mert magában. Mi is lehet az? Persze, hogy képtelenség lenne velük tartania, csak hát olyan szívesen ment volna, ha nincs az a másik dolog. S gondolatának képtelensége szinte csiklandozni kezdte most már. Micsoda szerencse, ha valaki olyan emberhez megy feleségül, aki szarvasbőrtokban aranyórát hord. Ahogy karján késmosolyjal bement a másik szobába, ahol férje ült és olvasott. 19. Persze, mondta magában, akkor a szobába belépve, azért kellett ide jönnie, hogy valami meglegyen, amit ő akart. Először is azt akarta, hogy leülhessen egy bizonyos székbe, egy bizonyos lámpa alá. Ám többet is akart ennél, bár nem tudta, képtelen volt rájönni mit. Férjére nézett, fogta a harisnyát, kötögetni kezdett, s látta, az olvasó ember nem szeretné, ha megzavarnák. Világos. Olvasmánya a jelek szerint megindította. Félmosolyából érezni lehetett, uralkodik megindultságán. Septén lapozott. Játszotta a dolgot. Talán ő volt az elbeszélés hőse. Mrs. Ramsey kíváncsi lett volna, miféle könyvez. Ó, a derék Sir Walter egyik műve, igen. Láthatta, ahogy a lámpaernyőt eligazgatta, esne kötésére a fény, mert Charles Stanley azt mondta. S ő felnézett, mint aki várná,
zúgjanak már a könyvek odafenn a padlóra. Ma már Scottot nem olvassák, és a férje erre azt gondolta, ezt fogják mondani rólam is. Így hát nekilátott az egyik ilyen könyvnek, s ha elfogadná Tensley véleményét. Igaz, hát csak Scottra kellene vonatkoztatnia. Ő pedig látta, ahogy férje fontolgat, latolgat, összead kettőt meg kettőt, míg olvas. De hogy vele mi volna? Magával kapcsolatosan. Mr. Ramsay mindig bizonytalan volt. Feleségét ez zavarta is. Örökké saját könyveinek sorsán töprengett. Olvassák-e majd őt? Elég jók-e a dolgai? Miért nem jobbak? Hogyan vélekednek róla? Mert Mrs. Ramsay nem szívesen gondolt férjére így, s mert azon töprengett, vajon rájöttek-e a vacsoránál, miért lett Mr. Ramsay olyan ingerült, mikor a hírnévről és a könyvekről maradandóságukról esett szó, s hogy a gyerekek vajon ezen nevettek-e. Hát kifordította a harisnyát, megjelent, mintha acéltűkkel húznák ki, alka körül, s a homlokán minden finom ránc, s ő maga elcsöndesült, mint a fa, mikor megrázta, tépázta a szél, mely most elült, és a fa, levélre levél, csöndesülhet. Nem számít, az egész nem számít, gondolta Mrs. Ramsay. Nagy ember, nagy könyv, hír és név, ki itt bármi megmondhatója? Nem értő ehhez. De amilyen a férje, amilyen hiteles, például a vacsoránál, hogy ő azt gondolta ösztönösen is, jaj, ha megszólalna. Tökéletesen megbízott benne, ám ezt most félre, s akkor, mint a búvár, ha merül, s itt hínár, ott kákagyökér, amott egy buborékok pesgése mellett, elfogta Mrs. Ramsay-t hirtelen ugyanaz az érzés, mint ami a holban, mikor a többiek beszélgettek. Kellene valami nekem, amit nagyon szeretnék, ezért buktam le a víz alá, s így merült egyre mélyebbre, huny szemmel, s nem tudta közben miért is. És várt egy kicsit, kötögetve, tanakodva, és azok a szavak, melyek a vacsoránál elhangzottak, hogy virágzik a futórózsa, döngve szál fölébe mély, kezdték lassan, ütemesen lögypölni agyát. Áramlóban a szavak, mint apró ernyős lámpák, pirosan, kéken, sárgán kigyúltak. Ott, lelke sötétjén, elhagyva szinte kis fészkük a magasban, lecsapni, benne keresztül kasul repkedni, kiáltozni és választ kapni. Hát megfordult. Meglelt a mellette álló asztalon egy könyvet. És ami élet eddig élt, s ami még élni fog, mind csupa fa, váltó levél, mormolta. S határozottan a harisnyába döfte tűit, kinyitotta a könyvet, beleolvasott a lálomra, közben azt érezte, a fölébe hajló szirmok alatt kúszik előre-hátra, s azt tudja csak, emez fehér, amaz vörös. Eleinte még a szavak jelentését sem értette. Erre szárnyas fenyőkön, ide sok tört tengerész. Ezt olvasta, és lapozott, hajladozott közben, így-úgy, cikcakban, sorról sorra, akárha egyik ágról a másik ágra, egyik piros-fehér virágról a másikra szállna, de akkor felrezzentette egy kicsi nesz. Férje csapkodta a térdét. Szemük pár pillanatra találkozott, de nem szóltak egymáshoz. Nem lett volna mit, ám valami azért, mintha elindult volna a fértől a feleség felé. Az élet volt az, az életerő, a rettenetes humor, Mrs. Ramsay tudta. Ez késztette őt erre a combcsapkodásra, s mintha azt mondta volna már is, kérlek, ne szólj bele, ne szakíts meg, szót se, s olvasott tovább. Alka megremegett. Ez őt most feltöltötte, védettebbé tette. Felette rég az este apró kellemetlenségeit, azt is mennyire untatta, hogy ott kell ülnie csendben, míg a többiek esznek, isznak, se vége, se hossza, s milyen ingerültséget érzett felesége iránt, hogy a könyveiről nincs szó, igen, mintha nem is léteznének. De most azt érezte, mindegy, ki jut el a nagy Z-ig, már ha a gondolatnak is van ilyen A, Z, A, B, C-je. Valaki eljut oda, és ha nem ő, hát akkor más. Ennek az embernek az ereje és egészsége, s ahogy az egyszerű, cirkalmatlan dolgok iránt érez, ezek a halászok így,
a szerencsétlen, őrült alak ott, Muckle Beckett kunyhójában, ez mind olyan elevenséggel töltötte el, úgy megszabadította valamitől, hogy tetterősnek és diadalmasnak érezte magát már is, s nem bírta visszafogni könnyeit. Fölemelte kicsit a könyvet, ne lássák, fejcsúválva hullatta könnyeit, tehességgel megfeledkezett magáról, bár néhány erkölcsi természetű reflexióról, a francia regényről, az angol regényről, meg arról, hogy Scott keze, mely igen meg volt kötve, bár álláspontja ugyanolyan helyes lehet, mint a másik, mindezekről nem. Felette saját baját, kudarcait, belefeledte mindet szegény Steeny vízbefúlásába, Muckle Beckett bánatába, Scott itt önmaga csúcsain, s a meglepő elragadtatásba, s az élet örömébe, melyet mindezekből szerzett. Jó, hát ezt pipálják le, gondolta, ahogy a fejezettel végzett. Mintha vitázott volna valakivel, a végén felülkerekedve, nem tudják ezt különből, mondhatnak akármit, saját helyzete már is biztosítottabb volt. A szerelmesek, gondolta, ahogy végigvette magában még egyszer az egészet. Pojácák? Emez kutyakomédia, ham az első rangú, szögezte le, összehasonlítgatások nyomán. No, el kell olvasnia azért még egyszer. Nem emlékezett az összképre. Addig is felfüggeszti ítéletét. Visszatért hát másik gondolatához. Ha a fiatalságot ez nem érdekli, világos, hogy az ő dolgai nem érdekesek nekik. Panaszkodni nem illendő, gondolta, s igyekezett visszafogni magát a felesége előtt, nem engedett vágyának, hogy a fiatalságra panaszkodjék. Ám ezt is eltökélte, nem zavarja őt többé, mert elnézte, ahogy olvas, milyen békésnek látszik így közben. Kellemes volt a gondolat, hogy mindenki elment már, s ő kettesben van itt a feleségével. Az élet nem annyi, hogy lefekszünk egy nővel, gondolta, s visszatért Scotthoz és Balzachoz, az angol és a francia regényhez. Mrs. Ramsay fölkapta a fejét, mint aki könnyű álomból rezzen, s olyan volt ez, mintha férjét kérdezné, akkor hát akarja, hogy rezzenjen, mert nagyon szívesen, de netán alhatna is még egy picit, egy egész picit. Kúszott felem az ágakon, és keze hol erre, hol amarra nyúlt, hogy az egyik, hol pedig a másik virág után. A rózsa mély vörösét se dicsért, olvasta. S hogy így olvasott, azt érezte, mind feljebb hág a tetőt, a csúcsot közelíti. Micsoda kielégülés, micsoda pihentető érzés. A nap sok apró vacka, kacatja, szinte rohant e mágnes felé, elméjét, mintha kisöpörték volna, tiszta lett. S aztán itt volt, hirtelen tökéletes formáig jutva, kezében volt szépségesen és értelmesen, tisztán és teljesen, életből leszűrt, kerekformára hozott merő lényeg, a szonett. Ám észrevette, férje figyeli, s mosolyog rá gunyorosan kicsit, mintha észrevételezni, hogy fényes nappal alszik, de közben így is. Olvasd csak tovább. Nem vagy most szomorú, vélekedett, és kíváncsi lett volna rá, mit is olvas Mrs. Ramsay, és szokásosan eltúlozta a felesége tudatlanságát, egyszerűségét, mert kedvtelve hitte, hogy nem okos. Cseppet se művelt. Tűnődött, érti-e egyáltalán, amit olvas? Nyilván nem. Elképesztően szép, állapította meg. Szépsége az ő szemében, mintha csak fokozódott volna. De tél van. Hol vagy? Semmi nem segít. S mint árnyékoddal játszom ezzel itt, fejezte be az asszony. Hm? Szólalt meg. Álmatagon viszonozva férje mosolyát, felpillantva a könyvből. S mint árnyékoddal játszom ezzel itt, mormolta, s letette az asztalra a könyvet. Mi történt közben, tűnődött, ahogy ismét felvette kötését? Mi, amióta utoljára láttam őt így egyedül? Emlékezett rá, hogy átöltözött. Látta a holdat. Andrew a vacsoránál nagyon magasra tartotta tányérját. Lehangolta valami, amit William mondott. Madarak a fákon, a lépcsőfordulón, a dívány. Ébren voltak a gyerekek. Charles Stanley felébreszti őket a levert könyveivel. Jaj, nem!
Ezt még ő találta ki, és Paulnak van az a szarvasbőr óratokja. Melyiket mondja el most? Eljegyezkedtek, mondta, s kötni kezdett. Paul is minta. Na, sejtettem, felelte férje. Sokat erről nem lehetett mondani. Mrs. Ramsay gondolatai még fellejártak, felle a költeménnyel. Férje pedig egyre nagyon élénknek, tetterősnek érezte magát, miután Steenie temetését elolvasta. Így ültek csendben. Akkor eszmélt rá Mrs. Ramsay, hogy férjének ő valamit mondana. Kellene? Mit? Mit? Bármit? Gondolta. És folytatta kötögetését. Megteszi bármi. Csuda dolog lehet egy olyan emberhez menni feleségül, akinek szarvasbőr óratokja van, mondta hát, mert efféle tréfáik voltak nekik egymás közt. Mr. Ramsay felhorkant. Ez az eljegyzés is érezte, mint a többi, mert ő mindig ezt érezte. Túl jó ez a lány annak a fiatal embernek. Mrs. Ramsay lassan a kérdésre eszmélt. Miért is kell hát az embereknek összeházasodniuk? Mi a dolgok értéke? Mi a jelentése? Most igaz legyen minden elhangzó szó. Mondj már, akármit, gondolta. Mert csak a hangját, azt akarta volna hallani. Mert az árnyék, az, ami kettejüket körbefogta, érezte, őt magát kezdi újra bezárni. Mondj bármit, így nézett rá, könyörögve, segítséget kérve. Mr. Ramsay hallgatott. Így rázogatta, óraláncán, ide-oda az iránytűt, s közben Scott regényeire gondolt, és Balzac regényeire, de meghitt kapcsolatok ködbe, vesző fálasz falain át Mrs. Ramsay, igen, ahogy így akaratlanul is közelebb húzottak egymáshoz, érezte, hogyan borítja árnyékba jószerén az ő elméjét férjének szelleme. Mint felemelt kéz, úgy, s ahogy az ő gondolatai, mert férjének nem tetsző utakra tértek. Borulátás, ahogy Mr. Ramsay nevezni szokta ezt. Neki szólt ugyan, nem mondta ezt, de fészkelődni kezdett. Mindössze kezét emelte homlokához, egy hajfürtjét kezdte tekergetni, aztán elengedte. Ma már nem végzel ezzel a harisnyával, mondta aztán, s a kötésre mutatott. És ez volt az, amire ő várt? Férje megrovó hangjának kis nyersességére. Ha azt mondja, helytelen dolog a borulátás, hát bizonyára helytelen is, gondolta. A házasság. Kiderül mégis, jó intézmény. Nem, mondta, s kisimította térdén a kötést. Ma már nem fogom befejezni. És akkor most? Mert érezte még magán férje tekintetét, s hogy a nézés megváltozott. Akart valamit, amit ő olyan nehezen tudott megadni neki. Azt akarta mondja, hogy szereti. És ő ezt nem tudta megtenni. Férje számára sokkal egyszerűbb dolog volt a beszéd, mint neki. Férje ki tudott mondani dolgokat. Ő nem. Így aztán természetessé vált, hogy férje mondja ki a dolgokat, majd valahogy hirtelen mégis megbánta ezt. S neki tett szemrehányást. Szívtelen nőnek nevezte. Sose mondja neki, hogy szereti. Pedig ez nem így volt. Ez nem így volt. Annyi volt csak, hogy ő sose tudta kimondani, amit érez. A felöltőjén ott nincs morzsa. Mit tehetne érte? Felállt, aztán már is ott volt az ablaknál, kezében a vöröses barna harisnyával, azért részben, mert el akart fordulni Mr. Ramsay-től, másrészt meg, hogy így, ahogy férje figyeli őt, igenis nézze a világító tornyot, mert tudta, ha ő arra fordítja a fejét, férje is arra fordítja. Őt figyeli. És tudta azt is, amit gondol, hogy szebb vagy, mint valaha. És ő nagyon szépnek érezte magát. Nem mondod nekem, csak most egyetlen egyszer, hogy szeretsz. Ezt gondolja a férje, mert izgatott. Izgatott minta miatt és a könyve miatt, és mert véget ér a nap, és mert összekaptak. Kimenjenek-e a világított toronyhoz? De ő nem tudja megtenni. Képtelen kimondani. S tudva, hogy férje figyeli, mosolyogni kezdett, mert ő egy szóval nem mondta ugyan. De Mr. Ramsay tudja, tudnia kell, hogy szereti. Le nem tagadhatja.
Tudja, Mrs. Ramsay mosolyogva nézett ki az ablakon, s azt mondta, magában ilyesmit gondolván, semmi a világon fel nem ér ezzel a boldogsággal. Igen, igazad van, holnap esni fog. Mrs. Ramsay nem mondta ki ezt, de férje megértette, s látta, mosolyogva néz rá a felesége. Megint Mrs. Ramsay diadalmaskodott.